Szeptember elején megkezdődtek az őszi betakarítások a napraforgó és a kukorica földeken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a területek közel 40%-án elvégezték már a munkálatokat. Kukoricát 140 ezer hektáron, napraforgót közel 50 ezer hektáron termesztenek a gazdák a megyében. A napraforgónak a hozama elmarad a térségben vagy a megyei átlaghoz képest 2,7 volt tavaly, ez most lecsökken egy 2,1-2,3-re. A kukorica is a 65 mázsa, 6,5 tonna volt tavaly hektáronként, most a betakarított mennyiség 3,1 tonnát mutat, ez szinte 50%-os kiesést jelent, de én úgy gondolom, hogy ez javulni fog, amikor a jobb területeket is vágjuk. Ez inkább, amelyik az aszály miatt felsült kukorica, azokat próbálja meg betakarítani, és akkor előtérbe veszik azokat a területeket, és amit kalászossal vissza szeretnénk vetni. A napraforgó olajtartalma az idei évben az átlagosnál magasabb. Tavaly tonnánként 80 ezer forint körüli áron értékesítették a takarmány növényt. Idén várhatóan 100 ezer forint fölött lesz a felvásárlási ár. Ez azt jelenti, hogy az aszályos időjárás miatti terméskiesés várhatóan nem okoz nagyobb bevételkiesést a gazdák számára. Nagy várakozás előzte meg a napraforgót, mert abban tudatban vagyunk, hogy a napraforgó egy aszálytűrő növény, ezért kíváncsian vártuk, hogy milyen termés átlagok lesznek. Hát sajnos meg kell állapítanunk, hogy tavalyi évhez képest egy fele termés várható. Ez minőségben de úgy gondolom, hogy megegyező a tavalyival, a terméskiesés azt meg tudjuk, hogy egyértelműen az aszályra vezethető vissza. Az idén hullott csapadék mennyiség a megyében megközelítőleg 200 mm volt. A gazdák szerint a jó terméshez szükséges mennyiség ennek a többszöröse 5-600 mm lenne.